Jó napot kívánok! Önök a Bonyhádi Naplót látják. A Bonyhádi Önkormányzati Testület tagjai viszik el a nagycsaládosoknak azokat a csomagokat, melyet a Családsegítő Központ munkatársai állítottak össze. A szokásos karácsony előtti adományozáshoz szükséges felajánlások gyűjtése is megkezdődik, melyben a város középiskolása is részt vállalnak. Filóné Ferenc Ibolya polgármester arról is beszélt, folyamatban van a város intézményeiben dolgozók COVID-szűrése. Készülnek a segélycsomagok a Bonyhádi Családsegítőben. Közel 1000 kiló élelmiszert szortíroztak ki, hogy aztán ezt napokon belül a város képviselőtestületének tagjai eljutassák a nagycsaládosoknak. Gondozási központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak a nyertes pályázatának köszönhetően a nagycsaládosok egy élelmiszercsomagot kaptak, amiben a eljutatásában a képviselők, az önkormányzat képviselőtestületének tagjai voltak segítségünkre, és a napokban jutatják el ezeket az élelmiszercsomagokat valamennyi bonyhádi nagycsaládos részére. Ők több mint 130-an vannak, úgyhogy jelentős segítség bízom benne, és ez nem szociális rászorultság alapján, mert mindenki, aki legalább három vagy annál több gyermeket nevel, ilyen adományban részesül. Másrészt az is nagyon örömteli, hogy magánfelajánlásból, a Bonyhádi Komohil cégnek a felajánlásából vezérigazgató tegnap átadott számomra 102 liter, 1 literes készfertőtlenítőt, amit szintén fel tudunk használni a város intézményeiben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár a rászoruló családoknak, és szintén szétosztásra kerül a napokban. A Családsegítő Központ munkatársai egy egyesületet működtetnek, mely az Életút nevet viseli. Ez a szervezet nyerte el az imént említett pályázatot. Most új program indul, melyben a középiskolások is részt vesznek. A Magyar Élelmiszerbankkal működünk együtt, az idei évben is elnyertük a karácsonyi gyűjtést. Két áruházban is tudunk gyűjteni, melyhez sok önkéntesre volt szükség. A középiskolások jelentkeztek nálunk, akik ugye közösségi szolgálat keretein belül tudják ugye abszolválni ezt a fajta munkát. A gyűjtésben ők nagyon sokat segítenek. Zömmel szorolaposztást fognak végezni. A gyűjtés a következő napokban veszi majd kezdetét. Aki esetleg nem tud eljönni, illetve ezen felül is szeretne adományozni, akkor nagyon szívesen látjuk a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ irodájában. Ide behozhatja akár tartós élelmiszert, játékokat a Perce utca 27-ben. A tavalyi gyűjtés során olyan 1000 kiló körül tudtunk gyűjteni. Rengeteg családnak tudunk segíteni a Bonyhádi járásban, nem csak Bonyhádon és Bonyhád külterületein, hanem a járás 24 településén rengeteg családot tudunk ezáltal elérni, és ebben az időszakban, ugye a veszélyhelyzetben amúgy is ugye feladatunk a segítés, és feladatunknak érezzük azt, hogy ilyen helyzetben még inkább támogassuk a családokat. Ezért a munkatársaink karácsonyi díszeket, ablakdíszeket, asztaldíszeket készítenek, ezeket a Facebookon meg tudják tekinteni az oldalunkon, és megvásárolhatják, személyesen bejönnek, és innen elvihették ugye a díszeket. Az értékesítésből befolyt összeg is a családok támogatását célozza, a pénzből élelmiszert vásárol a Családsegítő. Filóné Ferenc Ibolya polgármester arról is beszámolt, folyik a tesztelés a város intézményeiben annak érdekében, hogy kiszűrjék a COVID-pozitív dolgozókat. Ami ebben örömteli, azon túl, hogy tisztában látunk, és tényleg akik kiderül, hogy pozitívak karanténban vonulnak, és nyilván így tovább nem fertőzik a környezetüket. A szűrést, a szervezést, azt mi magunk is kézbe vehettük, és segíthettünk a kormányhivatalnak ebben, és nagyon örülök annak, hogy a város intézményei, a védőnök mind a hatan önként és azonnal a kérésemre jelentkeztek erre, hogy a teszteket elvégezzék, valamint az iskolafogászok. Úgyhogy öt helyszínen, öt párost alkotva most is zajlik ez a tesztelés az intézményekben, ez folyamatosan zajlik, és zajlani fog még 3 héten keresztül. Bonyhád polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy minden rászoruló számára élnek a gondozási központ segélyvonalai, ahol várják továbbra is a hívásokat.
Megkezdődtek a tesztelések a bonyhádi oktatási intézményekben. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában közel 200 pedagógust és egyéb munkatársat teszteltek. A vizsgálaton csak negatív teszteredmények születtek. Bonyhádon is megkezdődött az oktatási intézményekben dolgozók tesztelése november 23-án. A helyi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában szinte mindenki vállalta a vizsgálatot. A kormányrendelet megjelenése előtt már egy kicsivel polgármester asszony Bonyhádon összehívta azokat az intézményvezetőket, akik olyan intézményekben dolgoznak, akik tesztelve lesznek, lásd iskolák, általános iskolák, óvodák, szociális intézmények vezetőit, és gyakorlatilag már akkor az alapjait megteremtettük annak, hogy a szervezést elkezdtük, és valóban hétfőn elkezdődött akkor a tesztelés az iskolánkban is. Itt a Petőfi Általános Iskolában hétfőn 80 főt teszteltek, nálunk a technikai alkalmazottakat is, és nálunk nem volt pozitív. Úgyhogy, ahogy Szekercés Zsuzsa kolléganőm mondta, negatív az új pozitív, ennek nagyon örülünk. Úgy látom, hogy a kollégák is megnyugodtak, és gyakorlatilag nem nagyon utasították vissza a tesztelést, valóban van erre lehetőség, de nálunk szinte mindenki vállalta. A kollégák többen féltek tőle, hogy ez most mennyire fog fájni, nem fog fájni, én nálam ez 2 perc alatt megvolt, észre se vettem, 2 egyetemista jött, Pécsi Egyetemről, fogorvostan hallgatók, és nagyon ügyesen megoldották a dolgot. Nálunk az intézményben különben hétfőn úgy kezdődött, hogy első körben a védőnők, illetve fogorvosok, akik szintén részt vesznek a tesztelésben Bonyhádon, ők betanultak, illetve szintén tesztelve lettek. Kovács Ferenc tagintézményvezető azt mondja, náluk szinte zavartalanul folyik a tanítás. Nálunk nem olyan kimagasló a hiányzási létszám. Jelenleg aktuálisan 1 osztályunk van karanténban, ott egy pozitív fertőzött volt, egy diákunk, viszont az átlag hiányzási létszám az körülbelül ilyen 10%-ot se írja el jelenleg az iskolában, ami azt mondhatnám, hogy voltak durvább novemberek már, tehát ilyen szempontból nálunk nincsen probléma. Szerintem ez részben annak is köszönhető, hogy itt az általános iskoláról van szó, tehát legtöbb diák azért délutánonként otthon van, főleg esténként, egy 8 után meg most már eleve mindenki, de azért ez nem egy kis középiskola, ahol esténként összejártak régebben a gyerekek. Tehát nálunk emiatt szerintem lassabban terjed így talán a vírus, az iskolában pedig nyilván a intézkedési tervet, amit kötelező volt elkészítenünk, ezt betartjuk. Lásd a takarító személyzetünk napközben is rendszeresen korlátokat, kilincseket, fertőtlenít, délután nagy fertőtlenítések vannak, szellőztetünk tantermekbe rendszeresen, és megpróbáljuk a gyerekeket szünetekben is kiterelni, illetve a folyosókon kötelező maszk használat van. Tehát olyan intézkedéseket próbálunk foganasítani, amivel csökkenthetjük a fertőzés veszélyt. Bár zökkenőmentesen működik az iskola, a digitális oktatásra is át tudnak állni. Például a jelenlegi karanténban lévő 1 osztályt sem hagyják a tanárok otthon tétlenkedni. Ha nálunk az általános iskolában valaki digitális oktatásra kényszerül, mert karanténba kerül, akkor a kollégák úgy szokták megoldani, hogy alapvetően egy pedagógiai szabadságuk van, tehát hogy milyen felületet használnak, az rájuk van bízva. Az iskola biztosítja ettől függetlenül a Teams alkalmazást, amivel a gyerekekkel élő kapcsolatot is lehet létrehozni. Illetve Google Classroom-on töltenek föl kollégák anyagokat, Google Meet. Tehát elég változatos, hogy milyen felületeken találják meg a gyerekeket és tartják az óránkat, de tehát ez nem azt jelenti, hogy 1 hétig vagy 10 napig általában otthon vannak és nem csinálnak semmit, hanem azért kapnak anyagot. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban már más a helyzet. Ebbe az intézménybe már csak 2 osztály jár, hiszen a 9. osztályba vagy az afeletti évfolyamokba járó diákokat online oktatásra kötelezte az operatív törzs. Egy rendkívüli német órára nézhettünk be, ahol az oktató házi karanténból magyarázott a tanteremben ülő diákoknak. Itt kedden történt meg a tesztelés, hasonlóan jó eredményekkel, mint az intézmény általános iskolájában. Közel 200 alkalmazott van, tehát úgy osztották meg, hogy hétfői napon az általános iskolában dolgozó kollégák, kedden pedig itt a gimnáziumban dolgozó kollégákat tesztelték. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyik helyen sem mutattak ki pozitív eredményt, tehát
reméljük, hogy ez így is marad, és ez a rózsás helyzet fokozódik. Kicsit csendesebbek a napok, hiányoznak a diákok, de azért a kollégák, ugye két osztály, a hetedikesek és a nyolcadikosok itt vannak, azért bebejárnak, illetve valaki innen végzi a szolgálatát, és innen dolgozik. Most már azért sokkal egyszerűbb, a tavaszi időszakban szereztünk tapasztalatokat. Most annyiban változott, hogy kifejezetten kértük a diákokat, hogy kamerával rendelkezzenek, és élőképpen jelentkezzenek be, tehát hogy ezzel is egy kicsit az interakciók számát növeljük, és a kollégáknak a visszajelzés egyértelműbb legyen. Ahol tudunk, ugyanúgy tavaszhoz hasonlóan segítünk, és felmenő rendszerben, hogy az alsó két évfolyamnál már mindenki rendelkezik tablettel, próbáltunk már egy ilyen irányba nyitni, ez egy nagy könnyebbség. Tehát a mai világban azért az összes telefon, szinte az összes telefon rendelkezik ilyen lehetőséggel, hogy ne zárja ki magát a diák az oktatásban. November hónap végén visszajelzést kérnek a digitális oktatásban tanuló diákoktól. Tegyenek javaslatot arra, hogy milyen módon lehetne jobbá és flottabbá tenni az online oktatást. És hogy viselik a jelenlegi helyzetet? Hiányzik a közösség. Egyértelmű, de szerintem mindenhol így van, hogy az iskolai rendezvények, hagyományok azért ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ráadásul ugye most hétvégén meggyűjtjük az első gyertyát is az adventi koszorún, ez kifejezetten egy ilyen belsőséges, meghitt időszaka az iskolai időszaknak. Nem egyszerű, de azért igyekszünk nem elereszteni a kezüket. A miest lehet, megnyitjuk a kapukat ő előttük is. 7 millió forintból építenek fedett lelátót a Majosi sportpályán. A sportegyesület TAO támogatásból, valamint Bonyhádváros önkormányzatának anyagi hozzájárulásával valósíthatja meg a projektet. Ez volt az egyik feltétele annak, hogy a Majosi SL labdarúgó csapata feljuthasson az NB3-as futballisták közé. Itt tornyosulnak a Majosi lelátó darabjai arra várva, hogy visszakerüljenek régi, mégis új helyükre. A Majosi labdarúgó csapat felkerült a Nemzeti Bajnokság harmadik osztályába, de ahhoz, hogy a csapat indulhasson a rangadón, újabb akadályokat kellett leküzdenie. A Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt feltételeknek meg kellett felelni. A labdarúgó csapatunk ugye feljutott az NB3-ba, és az NB3-as induláshoz itt különböző feltételek voltak kötve. Ugye itt a pályát át kellett alakítani, az öltözőt át kellett alakítani, kellett egy digitális kijelzőt, eredményjelzőt megvalósítson az egyesület, és ehhez tartozott, hogy itt, ahol el van, és most bontva itt a lelátónk, ez fölé kell egy fedett lelátó fedést fölépíteni, amire az egyesületnek december 31-éig volt haladéka. A labdarúgó egyesületnek van egy TAO pályázata, és a TAO pályázatnak az önerejét, közel 3 millió forintot a Bonyhádváros önkormányzata biztosítja az egyesület számára, és ebből fog elkészülni itt a lelátófedés, és amúgy minden más ilyen TAO pályázatunkban az önkormányzat mindig odaállt mellénk, és azért köszönjük szépen a segítséget az önkormányzatnak. Már a tartószerkezet alapjának lebetonozása folyik. A fedés szerkezetének elkészülte után visszaépítik az amúgy 2 éves lelátót. A most folyó munkálatokat Bonyhádváros önkormányzata 3 millió forinttal támogatta, de a teljes projekt megvalósítása közel 7 millió forintba kerül majd. A mögöttem lévő területen a futballpálya lelátója volt látható, ezt el kellett, hogy bontsunk, mert a lelátó felett lévő tető részt terveztük meg, illetve engedélyeztettük. Ennek a kivitelezési munkálatai láthatóak most, a pontalapozás zajlik éppen. Amint ez elkészült, akkor fog majd utána a fém szerkezet is fölállításra kerülni. Miután az is megtörtént, akkor reményeink szerint december 15-ét követően visszaállítjuk a mobil lelátót. Ezt a lelátót itt 2 évvel ezelőtt szintén TAO pályázatból készítettük a város segítségével. Ugyanezt a lelátót fogjuk visszatenni a helyére, annyi, hogy egy tetőt kellett szerkeszteni fölé, ugyanis az MLS NB3 bajnoki kiírásnak van egy ilyen feltétele, hogy az ülőhelyek 50%-a az fedett kell, hogy legyen. Maga a lelátó fedés, a tető, illetve az egész munkálatok az közel 7 millió forintot emészt föl. Maga itt a pontalapozás, az alapoknak az elkészítése az 1,5 millió forint körül fog megtörténni. Már régóta készültünk erre a munkára. Az MLS pályázatunkat körülbelül egy hónapja hagyta csak jóvá, így nagyon nagy
munka volt eleve összeszedni a szükséges tahópénzt, itt köszönöm meg a támogatóinkat, akik ezzel támogattak bennünket, és hát ez az egy hónap állt rendelkezésre arra, hogy itt az engedélyek elkészüljenek, a tervek megvalósuljanak, illetve hát a munkák is elkészüljenek. A kivitelezési munkálatok szakmai vezetését egy helyi cég vállalta, a fizikai munkát pedig az egyesület tagjai végzik önkéntes alapon. A tervek szerint december 15-én adják át az új fedett lelátót. Pályázatot írt ki a Bonyhádi Német Önkormányzat, adventi kalendáriumokról készült fotókat várnak. Az adventi naptár eredetileg Németországban volt honos, innen terjedt el a világban. A beküldők közül a legjobbakat értékes jutalmakkal honorálja a kiíró. A Bonyhádi Német Önkormányzat első alkalommal írt ki egy felhívást, mégpedig szeretnénk, hogyha olyan fotók érkeznének, amin adventi kalendáriumokat készítenek. Az adventi kalendárium készítése egy német eredetű szokás, mely az 1800-as évek közepére nyúlik vissza. Történt, hogy egy evangélikus pap az árvaház gyerekeivel közösen készített egy karácsonyváró naptárat, innen terjedt el az egész világon. Az első nyomtatott kalendárium 1903-ban készült Münchenbe, és utána pedig meghódította szinte az egész világot, és nálunk is lehet már kapni, ha bemegyünk a boltba, a számtalan kalendáriumot, Weihnachts kalendert lehet vele venni a poltról, de úgy gondoljuk, hogy az az igazi, hogyha mi magunk készítjük el, és bízunk benne, hogy nagyon kreatívak az emberek. Ebben az időszakban, ebben a pandémiás időszakban otthon vagyunk, nincsen semmiféle rendezvény. Bízunk abban, hogy a szülők esetleg a gyerekekkel, vagy a gyerekek külön is elkészítik ezeket a kalendáriumokat, és ezzel együtt egy szép várakozás lesz a karácsonyra. Ezek a felvételek a gondozási központban készültek, ők már jelentkeztek a német önkormányzat felhívására, és videót is készítettek arról, hogyan lehet adventi naptárat rajzolni. A beküldött fotókat megnézzük és értékeljük, egy bizottság dönteni fog arról, hogy melyik a legszebb, melyik a legkreatívabb, és még jutalmat is fogunk adni a legjobb fotót beküldőknek. A fotókat a bonyhadpress@gmail.com címre várjuk december 1-ig. A hét folyamán pedig értékeljük a fotókat. December 7-én lesz az értékelés, és bemutatunk egy csomó fotót majd, és reméljük, hogy később más is kedvet kap majd ehhez. Kapcsolatban vagyok rendszeresen német testvértelepüléseinkkel, és a Vernóban a könyvtár vezetőjével beszéltem, hogy ők ebben a pandémiás időszakban mit csinálnak, és mondták, hogy ugye be van zárva a könyvtár, nem dolgozhatnak, viszont online vannak különböző programjaik, és az egyik ilyen program, hogy aki szeretne, 25 adventi kalendáriumból választhat, mintát választhat, és otthon elkészítheti. Most innen is jött az ötlet, hogy mi kiírunk egy versenyt, hogy készítsék el maguk, aki ezt szeretné, és jövőre esetleg mi is adunk ötletet, hogy lehetne ezt elkészíteni. Az adventi kalendáriumok sokféleségének csak az egyéni kreativitás szab határt, és a gyerekek is bevonhatók az elkészítésbe. Néhány nap, és megkezdődik az adventi időszak, és a karácsonyvárás izgalmához hozzájárul a napi meglepetések kicsi izgalma is. Közeledik a karácsony, ezzel pedig hamarosan elérkezik a szeretet ünnepéhez kapcsolódó egyik legnehezebb feladat, kiválasztani a megfelelő fenyőfát. Bár az ország több részén emelkedni fognak a fák árai a koronavírus miatt, mert a termesztők nem találnak alkalmi munkásokat. Tolna megyére ez valószínűleg nem lesz jellemző, ezt mondja az itteni őstermelő. Ezek a fenyőfák arra várnak, hogy december 24-én feldíszítve álljanak egy család nappaliában. Idén lesz 20. éve, hogy az első fát elültettük ilyen céllal, úgyhogy azóta is egyre több ültetvényt hozunk létre. Először 1700 négyzetméteren kezdtük, így a hátsó kertben, és most már több mint 6 hektárnyi ültetvényünk van. Úgyhogy gyakorlatilag a következő 20 évre is el tudjuk látni a vásárlóinkat. Magyarországon sokáig a már legolcsóbbnak számító lucfenyők voltak a legkelendőbbek. Az elmúlt években viszont jelentősen megváltoztak a fogyasztók igényei, ezt mondja a bonyhádi őstermelő. Kezdetben inkább luc meg ezüstfenyővel foglalkoztunk, de az utóbbi években nagyon divatba jött a Norman fenyő. Nagyon sokan szeretik, mert ugye kevésbé hullatja a levelét, meg frissebb, illetve nem szúr a tűlevél, tehát Zalában vásároltunk ültetvényeket, mert ott sokkal nagyobb a
páratartalom, illetve a csapadék. Emiatt a norman fenyőket, azokat az alai ültetvényekről szoktuk úgymond saját magunknak ide szállítani. Évközben attól függetlenül rengeteg vele a munka, tehát sokan azt gondolják, hogy a fenyőt azt csak így elültetjük, aztán 10 év múlva kivágom. Hát az sajnos nem így van, tehát nyilván közte a sorokat gondozni kell, gazolni kell, főleg amik picike, amikor nagyobb, akkor is már azért ezek a futógazok felfutnak rá, tehát ezt folyamatosan gyéríteni kell gyakorlatilag. Mi próbálunk mindent így családon belül megoldani, például a meccési munkákat, tehát a mai fenyőfák, amiket látunk az árusoknál, azok gyakorlatilag mind meccet fenyők, tehát azért van ez a szép háromszög alakú formája, illetve azért ilyen tömöttek az ágak, ilyen sűrűek, stb., tehát nekünk évközben többször metszeni kell őket. A hírek szerint a koronavírus járvány a fenyőfaárakra is rányomja a bélyegét. Az ország több részén emelkedni fog ugyanis ezeknek a termékeknek az ára a szakértők szerint. Azért, mert a termelők nem találnak alkalmi munkásokat, akik vállalják a fák eladását. A bonyhádi őstermelő azt mondja, rájuk nem vonatkozik ez, hiszen családi vállalkozást üzemeltetnek. Ők nem terveznek áremelést. Nem tudom, hogy mások milyen árakkal fognak kiállni idén. Persze elképzelhető, hogy a válság miatt magasabbak lesznek az árak, nálunk biztos, hogy nem. Tehát mi szeretnénk tartani, mert tudjuk, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak. De most már az utóbbi időben azt mondhatjuk, hogy ilyen 7-800 darabot adunk el egy évben. Mi nem vagyunk nagy termelők, szerintem talán azért különleges, mert a legtöbb termelő az Zala megyében van, ugye, illetve Somogyban, vagy ott a környéken, és akik itt Tolna megyében árulnak fenyőt, azok szerintem nagy részt onnan hozzák, tehát inkább kereskedők, úgymond, vagy viszonteladók. Mi viszont termelőként vagyunk itt, tehát mi csak annyit vágunk ki, és csak annyit termelünk, amennyit mi saját magunk el tudunk adni háznál, illetve itt kint, ezen a ladományi birtokon. Nagy divatja lett mostanában a földlabdás karácsonyfáknak is. Ez is szerepel a családi vállalkozás repertoárján. Az őstermelő elmesélte, miért érdemes választani. Sok munka van vele, ugyan, mert hát egy elég nagy földlabdát kell kiásni, ami iszonyatosan nehéz. Tehát még hogyha ilyen kis 20 literes vödörbe próbáljuk berakni, akkor is nagyon nagy súlya van, és az emberek utána szoktak szenvedni, hogy hogy rakják be a kocsijukba, stb. Illetve nekünk is ez ilyen 2-3 emberes történet, egy ilyen fát kiásni, körbeásni és belerakni valamibe, de szeretjük ettől függetlenül, mert vannak sokan, akik minden évbe visznek tőlünk, és mindig a kertjükbe elültetik szépen sorba, és van olyan bácsi például Bonyhádon, akinek az összes megmaradt, és azóta is így mutogatja őket így szép sorjában. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy tök jó lenne, hogyha többen vennének földlabdás fenyőt, viszont ne vegyenek nagyot. Az szokott lenni ezzel a fő probléma, hogy ugye azt szeretnék, hogy földlabdás is legyen, meg nagy is legyen. Hát ez sajnos a természet úgy működik, hogy minél nagyobb, annál nagyobb a gyökere is, és hogyha nagyon pici gyökérre lássuk ki, akkor nem biztos, hogy meg fog maradni. Nagyja meg nem lehet, mert különben markolóval kéne elszállítani. Szóval aki ilyen kompromisszumot szeretne kötni, ennek tényleg ajánlom, hogy maximum 1-20 méretig vegyen földlabdás fenyőt, mert az jó eséllyel meg is fog maradni utána. Akik hozzánk jönnek, ők mind meggyőződésesen élő fenyőt vásárolnak, vagy az illata miatt, vagy azért, mert környezetvédelmi szempontból úgy gondolják, hogy ez sokkal fenntarthatóbb, ami egyébként így is van, tehát sokan óckodnak attól, hogy most mi fákat vágunk ki, vagy erdőt írtunk, hát ez azért nem úgy van, mint régen a mesekönyvben, hogy apuka kimegy, és akkor az erdőből kivág valamilyen fát, és hazahúzzák a szánkójukon. Tehát ezek konkrétan e célból létrehozott ültetvények, ugyanúgy, mint egy káposzta, vagy egy bármilyen másik úgymond zöldség. Nálunk még annyi pluszban van, hogy ahol mi ilyen ültetvényt létesítünk, ott mi nem szoktunk soha talra vágni a végén, tehát mi nekünk igazából ez a célunk az az, hogy egy erdőt hozzunk létre. Itt is látható a háttérben, hogy nem csak fenyők vannak, hanem vegyesen vannak különböző fák ültetve, mindenféle különleges fenyők is, illetve ilyen parkfák, tehát a bükk, platán, mocsárciprus, cédrus, rengetegféle fenyünk, illetve más fánk is van, és a végén gyakorlatilag ami túl sűrű, vagy amik összenőnek, azokat a fenyőket szoktuk közüle kivágni, tehát nálunk a végén mindig egy erdő marad meg, úgymond. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!